Sziasztok! Mala vagyok. Nem is tudom hirtelen. Milyen nap van? Ez biztos, hogy hajnali 1 óra 34. Csütörtök. Harmadik hó 12. Hogy miért ezzel kezdem? Hát... nem így akartam megcsinálni ezt a videót. Ugye eltűntem egy időre. Körbe vagyok pakolva vízzel, hát hogyha az megmenti az embert. Szóval, ja, hajnali 1 óra 35 van. Talán mindenki tudja, hogy el vagyok tűnve múlt hét csütörtök óta. Erről akartam holnap egy videót csinálni ennél jóval összeszedettebben, hogy miért, meg hogy, meg miként. Hát, hogy miért most csinálom ezt a videót? Hát azért, mert hogy ki tudja, hogy holnap még ezt meg tudom-e csinálni. Ugyanis... történt az, hogy durván egy olyan, hát nem is tudom, most már 35 van, a 40 perccel ezelőtt, hívjuk ezt rosszul létnek, igazán ne is hívjuk rosszul létnek, mert ez túl más irányba vinni el a történetet. Lényeg, hogy egy olyan 40 perccel ezelőtt, mondjuk, hogy már van 45 és tök mindegy. Menjünk vissza, lefeküdtem rendesen időbe, bevettem a gyógyszereket, ahogy kell. Mostantól életed végéig, ezt majd elmondom, hogy miért a csütörtöktől tartó történetet. Szóval lefeküdtem, aludtam, fölébredtem. Arra ébredtem föl, hogy remegek. Ez most gyakorlatilag így hülyén hangzhat. Nekem volt már ilyesmi. Nem tegnap előtt, nem csütörtökön, hanem évekkel ezelőtt. Sok-sok évvel ezelőtt. Most így meg se tudnám mondani, hogy mennyi. Konkrétan, hát ez eléggé közre játszott abban, hogy ilyen szépen el vagyok hízva. Hú, de jó messzire fogunk eljutni, nem baj, akit érdekel, meghallgatja, akit nem. Szóval... nem tudom, 5 évvel ezelőtt. Hú, betippelni se tudom. 5-6-7 évvel ezelőtt. Még egész jó, tudom, gyerek voltam, konditerem, 90 kiló, stb. És akkor kezdődtek ezek a rosszul létek. Akkor is kivizsgáltak, kardiológia, kutyafüle, rengeteg kórházba jártam, itt ottam, ott nem találtak semmit. Ez nem mindegyik remegés tüneteivel volt, hanem ez a leizzadás. Kicsit olyan elgyengülés. Érezted, hogy szarul vagy, nyilván megijedsz, és akkor azt hiszed, hogy meg fogsz halni, mit tudom én, jó, biztos csak én vagyok. Ráfogták annak idején, hogy pánikbeteg. Pont ma beszéltem egyébként egy saját bevallása szerint pánikbeteggel, azt mondta, hogy ez nem ilyen. Én meg mit tudom én. Na, emiatt hagytam abba annak idején egyébként az edzést. Még azt is kitalálták, hogy epilepsziás vagyok. Annó. Nem tudom. Életemben nem estem össze, nem hobzik a szám. Nem ájultam el, emlékszek mindenre. Régebben is emlékeztem mindenre. Erre megint nem tudok mit mondani. Szóval a lényeg, hogy most történt, most már 50 perce. Gyorsan fölcsaptam a vérnyomásmérőt, ami itt van az ágy mellett, majd később elmondom, hogy miért. Vérnyomással nincs baj, 130 pár volt, meg mit tudom én, 80 a másik, szóval teljesen jó.
azzal nem volt baj, és ezt a remegést, ezt ne úgy képzeljétek el, hogy így, hanem ugyanígy, mit tudom én, tehát ha most remegnék, azt nem látnád. Csak úgy érzed, hogy ugrálnak az izmaid. Megint lehet, hogy hülye hangzik, akinek nem volt még ilyen. De igen, tehát hogy érzed, hogy így ugrálnak az izmaid. De ha befeszíted, vagy valamit akarsz csinálni, akkor az felüldrájvolja ezt a remegést. Tehát simán fölraktam a vérnyomásmérőt, beüzemeltem, felálltam, ettem ebből a kufirisből, nehogy az legyen, hogy leesett a vércukrom, meg mit tudom én, megittam fél liter vizet, nem termékbemutatás, köszönöm, de itt sétáltam a ágy mellett, telefon kézbe, hogy fölhívjak valakit, nem akarok visszamenni a kórházba, hogy fölhívjam, mit tudom én, valamelyik ismerősömet, bazd meg, hajnal egy óra. Szóval mindegy, ezen vergődtem, közben szépen elmúlt. Utána leültem ide a gép elé, valami zörögjön, amúgy is be volt kapcsolva. Néztem, mindegy, nem reklámozunk csatornákat, néztem dolgokat, és közben eszembe jutott, hogy már minden, mit tudom én, agyvérzésed van, minden eszembe jutott közben. Csináltam ezeket a jóképi gyakorlatokat, most nem állok föl, mert akkor kb. A hasamat mutatná, de tudod, hogy összezárt lábbal nyomod, becsukott szemmel eltalálod az orrodat, ilyen basic gyakorlatokat. Emlékszel-e, hogy hívták malamamát? Szóval úgy minden rendben van. Csak arra gondoltam, hogy megcsinálom most ezt a videót. Mi van, hogyha itt tudom, én holnap már nem tudom megcsinálni. Úgyhogy most itt tartunk, és akkor elmondom, hogy miért nincsen stream csütörtök óta, és mi történt velem, aminek hát nem tudom mennyi összefüggése van. Ezzel a remegéssel valószínűleg semmi. Esetleg annyit tudok elképzelni, hogy talán valamelyik gyógyszer visszahozta, a stressz visszahozta, nem tudom, ennyi összefüggés lehet. Ezt én nem tudom megítélni. No. Mi történt csütörtök óta? Csütörtökön dolgozni voltam, tudom, fura. Ugye hatalmas YouTube karrier mellett szoktam dolgozni is. A rossz nyelvek szerint persze nyilván nem, de azért szoktam. És körülbelül ebéd tájban. Van ott egy jó kis kifőz, de gondoltam, lecsattogott, ott szoktam kajálni. És megebédelek, mint egy ember. Na most, ebből az lett, hogy ahogy így mentem, éreztem, hogy úgy nem jó. Én ezt így, most, hogy így elmondtam az előzményeket, volt már egy párszor az életben, hogy éreztem, hogy nem jó, ezt általában azzal szoktam átlapozni, hogy azt le van szarva. De ahogy mentem tovább, éreztem, hogy nagyon nem jó. Olyan, mintha le akarna szakadni a mellkasod. Rögtön beugrott Hofi, nem tudom, hogy közületek ki ismeri, de minden szóval arany, hogy ez ilyen kirakat betegség, mert meg kell állni és meg kell nézni a kirakatot, mert tovább menni úgyse nagyon fogsz tudni. Ez ilyen nagyon tipikusan szívroham. Tehát csak így beszélgessünk. Hát akkor is gondoltam én mindenre, a szívrohamra mondjuk pont nem, bár mondjuk, de minden hülyeségre gondoltam. Megálltam, lassítottam, szépen, hát annyi eszem volt, mint amennyi látszik. Elmentem a kifőzdéig, mert el tudtam. Megvettem a kaját, roppant színvonalat, kelkáposzta főzelék, vagy valami ilyesmi volt. És leültem, szépen lement az érzés,
Éreztem azért, hogy valami nagyon nem jó, felét meg se ettem, csak úgy immelámmal. De úgy elmúlt. Gondoltam, visszamegyek, hát most basszus. Pár lépést, tehát nem mit tudom én a táv felénél, mint odafele, hanem tényleg így rögtön pár lépés után, hú, bazd meg. Újra jött ez az egész. Arra gondoltam, hogy van ott egy ilyen orvosi rendelő, és leg oda bemegyek. Lehet, hogy megint remegni fogok. Lesz róla a videó, nagyon jó lesz. Viszok még egy kis vizet, veszek még egy kis puffirist, nem tudom mi segít ilyenkor. Nem akarok visszamenni a kórházba, szétszúrtak, nem tudom mennyire látszik, már nincs vénám. Minden kórházat lezárnak a koronavírus miatt. Na, mondom tovább, amíg tudom. Hogy tartottam? Igen, hogy nagyon nehezen valahogy visszavergődtem a melóhelyre. Azt mondtam, hogy baj van, hívtak egy mentőt. Nem is tudom, vérnyomás, beraktak ide, még megvan a nyoma, még látszik is. Egy ilyen Brent, nem biztos, hogy Brentnek hívják, mindegy, egy ilyen lófaszt, amit bent hagynak. EKG, nem mutatott semmit. Mondjuk, mire kért a mentő, ott ültem, az szintén elmúlt az érzés. Azért hóringázok, már félek. Tudom, ideges vagyok rohadtul. Ez nem a remegés egyáltalán. Semmi ilyesmi, csak túl stresszelem. Kinek stresszelni túl. Nem? Így hajnal 3:45-2-kor. És akkor ilyenkor szokták megkérdezni, hogy félt? Persze, most is be vagyok szarva, de kecire be vagyok szarva. És akkor ráírják a lapra, hogy pánikbeteg, bazd meg. Hát jó. Na mindegy. Hol tartottam? Szóval mentő, EKG, ilyesmi, semmit nem mutatott. Én ott zuglóba melózok. 2 utcányira volt az Uzsóki, és gondolkoztam rajta, hogy mondjam el a címet, de inkább nem. Úgyhogy bevittek az Uzsókiba. Egyébként patent kis kórház, voltam már egy pár helyem. Eddig ez tűnt így a legértelmesebbnek, mint közül, ahol voltam. Persze most nyilván nem tudom a felkészültségét, az orvosok felkészültségét, meg a egész húbelebancot, de hogy maga az épület, meg a többi, az kurvára rendben volt. Meg is lepődtem egyébként, de milyen körülményekhez van szokva, vagy hát legalábbis én. Nem ehhez a körülményhez volt szokva, így a magyar egészségügy viszonylatában. Egyébként itt a telefon, hogyha nem tudom, ha hívni kéne valakit, már fosok. Jó. Szóval bevittek, tényleg nem is kellett igazániból várni talán egy pár percet, rögtön foglalkoztak az emberrel, pedig ugyanúgy tele volt a sürgősségi, mint ahogy bármelyik kórházszokott. Tele volt, próbáltak, vettek vért, EKG, ugyanúgy mindent végigtolták, most nyilván a labor eredményre várni kellett, azt mondták, hogy fasza. Hát mondom, jó, hát ha fasza, akkor fasza, nincs semmi baj, már hát így az eredmények szerint. És akkor mondta egy orvos, ezt innen is sajnálom, hogy nem tudom a nevét, pedig hát igazán megérdemelni, hogy kéne csinálni még egy ilyen érfestést, hogy kizárjuk, hogy nincs a szúróér szűkület. Már hogy a többi eredmény az ugye negatív. De hogy azt még azért úgy jó lenne megcsinálni. Én, mint rendes mala, azon gondolkoztam, hogy hát most így kiengednek, még hazaérek streamelni, mit tudom. Jesus, nagyon felelőtlen tudok lenni amúgy, de tényleg.
lesz-e neked halálfélelem, amikor azon aggódsz, hogy lesz a streamba, az meg nem pedig az, hogy megdög lesz. Igazából rábeszéltek. Rábeszéltek, hogy oké, okay, nézzük meg. Ezt úgy nézzük meg, egyébként annak meg itt van a nyoma, mindegy, nem akarok busztustalankodni, hogy vagy valamelyik csuklóból, nekem itt a jobb csuklómon csinálták meg, vagy comptőből fődugnak egy laza két méteres kis cuccot, nem azért két méteres, mert én ilyen kurva magas vagyok, hanem már odabent semmi se egyenes. Egészen a szívedig. Ez már rögtön így megadja az ember hangulatát, hogy hát jól, hogy két méteres drót. Így az ember szívének így neki mennek. Ott, ha megfestik az ereket, megnézzük, hogy van-e szűkület, LTC. Hát mondom, meg vergődtem rajta rengeteget, hogy mi legyen. Azért, ha fölteszed magadnak a kérdést, hogy így szeretnéd, hogy így a szívedbe turkásszanak? Hát én nem szerettem volna, de mondtam, hogy oké. Okay. És akkor is már gyanús lehetett volna egy kicsit, hogy valami van, mert rögtön mondták, hogy én leszek másnap reggel az első a műtőben. Hát mondom, jó, mert hát ugye az úgy szokott lenni, hogy majd megcsináljuk ekkor, meg akkor, meg jövő héten, meg két hónap múlva. Hogy annyira előre vettek, hogy én leszek az első, az szöget ütött, hogy mi a fasz. Jó, akkor bekerültem az osztályra, volt egyébként egy idős néni, vele jókat dumáltunk, szittuk a rendszert, mindig. És hát közben néztük, hogy hát azért így a rendelőben mindenki köhög, van aki szájmaszk, van aki anélkül, rohangál mindenki. Ugye nyilván ebben a jó kis koronavírusos időben, pont a kórházban, pont a sürgősségén a 20 000 köhögő között. Elmondom, hogy egy ilyen kalantúrára akartam menni. De hát ilyenkor bízik benne az ember, hogy mákja van, és hát még olyan sok fertőzött talán nincs az országban. Mindegy, elhelyeztek a osztályon. Hát bazd meg, ez rendes kvarterem volt. Frissen messzelt, kis izé. Ezt egyébként van egy képem róla, hogyha most rendes időben csinálnám a videót, akkor bevágnám, de most így mindegy. Képzeljétek el, nagyon faszal volt tévével, minden kvarteremben tévé, háromágyas kvarterem, külön mosdóval, csak a mi kvarterünkben három különböző kéz, mi a fasz volt, fertőtlenítő, még papír is volt, geci, amivel meg tudod törölni a kezedet. Én úgy éreztem, hogy nem is Magyarországon vagyok kórházban, hanem valami értelmes helyem. Tényleg nagyon frankó volt. Foglalkoztak velem most összehasonlítva a régi ilyen kórházas élményekkel, tehát nincs hasonlítási alap. Tehát még aznap este csináltak még egy labort, még egy szívultrahangot, stb. Tehát, hogy így nagyon... Tehát úgy nézett ki, hogy foglalkoznának az emberrel. És azt is tették. Na hát mindegy. Másnap reggel. Másnap reggel nem arra akarsz ébredni, erre nem készültél föl, hogy... Bejön egy fickó, a borotvával a kezébe, és közlő, hogy gatya le. És akkor így... Mi? Ugye le kell borotválni a csuklódat, tehát nem lehet szőrös, ahol csinálni fogják a műtétet. És hogyha, mivel még ez így előre nem rölt el, hogy most honnan fognak fölmenni, hogy a töködnél is leborotválják a szart, úgyhogy az így rögtön így... Hát, jó mindegy, szóval egy fasza élmény, mit nem mondjak, nem kívánom senkinek. Csináltak egy kis kakaskát, fazonra igazítva. Aztán ráadják ezt az otthonkát, ez a hátul nyitott kórházi cucc, bekúrnak egy cégbe, irány a műtő. Hát, akkor öcsém. Na, akkor mondd azt, hogy nem vagy pánikbeteg. Én legalábbis minden bajom volt.
Akkor kihagytam egy részletet, előtte még beszéltem az orvossal is, és kérdeztem, hogy csinálk már ilyet, mert mondjuk úgy éreztem, hogy ez egy ilyen fontosabb kérdés, de megnyugtattak, hogy csinálnak sokat. Mondom, jó. Azért az, hogy megnyugtatja az embert. Na. Fölcsaptak az asztalra. Mondták, hogy igazából itt nem lesz altatás, csak elérzéstelenítik a manuszt. Az erekben úgy sincsenek idegek, azt amúgy se érzi az ember. De itt a kezét, ahol csinálják, azt elérzéstelenítik. Ez lesz az egyetlen egy pici kis fájdalom, tűzszúrás, lidokai, mit tudom én, amit érezni fogok utána. Minden rendben lesz, meg látták, hogy fosok, úgyhogy mondták, hogy adnak egy ilyen koktélt. Nyugtotta, ó, mit, de még igazán nem mondták meg pontosan, mi van benne. Így berakták. Hát nem mondtam nekik egyébként, az döntsék el, ők elszaladni nem fogok. Hát most izgulok, persze, hogy izgulok. Ott vagy a műtőasztalon, a szívedet fogják basztatni, te is izgulnál garantálom. Hát én azért kaptam, akkor jött a doki. Kicsit várni kellett, ki nem szarja le. Mondjuk a műtőasztalon fekve az sok időnek tűnik. Jön a doki, hello, hello. Elmesélte a macskaszárítós amerikai sztorit. Tehát, hogy így gyakorlatilag beszélgettünk közben. Ugye? És akkor puff, elkezdték földugni a tudtok. Na most bárki, aki azt mondja, van egy rá szükségetek, de mondjuk mit tudom én véletlen. Azt mondja, hogy ezt ha nem érzed, az hazudik. Nem fáj. Egyáltalán nem ilyesmire akarok szélni, de érzed. Hogy merre jár a történet, azt érzed. A kezedben legalábbis igen, utána már nem, azt mondjuk beismerem, de itt a kezednél érzed. Amúgy. Nem fáj, nem rossz, csak úgy, mit tudom én. Abszolút a fogászat 100 000-szer szarabb, még ha ott se fáj. Na mindegy. És akkor felmentek, és akkor nézik a cuccot. Tudom, fekszel a műtőbe, szurkolsz, hogy minden túléld, úgy egyáltalán, meg előtte nyilván rágugliztál, hogy ezerből egy belehal, meg mit tudom én, összeomlik a keringés, mert mégiscsak egy 2 méteres lófasz van földugva, meg mit tudom én, tudod, nyilván utána olvastál, és ha a Google-ba beírsz valamit, akkor tudod, hogy holnap meghalsz. Na mindegy, ott nézik a cuccot, és akkor elhagyta egy ilyen mondat a dokinak a száját, amit nem feltétlenül akarod hallani, miközben műtő asztalon fekszel. Következőt mondta a doki, hogy na, hát eddig semmi nem úgy alakul, mint ahogy gondoltam. És akkor így... Csak így próbálod megkérdezni, ugye már, hogy meséljék el már neked is, hogyha rajtad matatnak, hogy... Hogy úgy... És akkor ez annyi volt, hogy volt egy komolyabb szűkület, mert előtte még azt is mondták, kicsit csapongó, bocsánat, ez sokkal összeszedettebben akartam megcsinálni, de most már hajnal 2 van, így alakult. Úgyse mernék visszafeküdni, aludni. Egyedül vagyok itthon, szokás szerint. Hogy... De nem, mint hogyha az ébrendét megakadályozna egy infarktust, egy vécést, vagy bármit, de mindegy. Ennyi erővel aludhatnák is. Na szóval... mondta a doki, na előtte még beszéltük, hogy ha mondjuk egy ilyen elzáródás van, ami mondjuk ilyen 30-40-50%-os, még azt sem feltétlen kell műteni, mert hogy lehet gyógyszerrel meg ilyesmivel kezelni a történetet. Igazából nem mondták, meg nem tudom mennyire volt az ott elzáródva, de hogy nem merült fel bennük, hogy ez így, hanem na akkor ezt most megcsináljuk, így ez hangzott el. Jó, nyilván előtt aláírtál minden papírt, levághatnak, megölhetnek, eláshatnak, megnézhetik a tanulók, miközben ezt csinálják, stb. Úgyhogy onnantól egy kicsit fölpörögtek az események, felét se értettem, nővérke ezt, azt, amazt. Azt viszont éreztem, hogy egy sokkal valami nagyobb megy főfele, tehát ez kb. Azt úgy érezhetné a malac, amikor töltik.
vagy nem tudom, szóval az se fáj, tehát egy félreértés másik, de azt úgy érzed, hogy valamit így fölnyomnak, ami nagyobb, mint ahol föltolják. Nekem legalábbis körülbelül egy ilyen érzés volt. Egy órát voltam a műtőben, lényeg, hogy behelyeztek egy acélhálót, ami kitágítja ezt a koszorú eret, és gyakorlatilag újjá születtem. Mert igazán itt hangzott el először, hogy ugye tudja, hogy magának volt egy kis infarktus. És akkor így is, hát ugye hol nem volt kiírva. Sajnos az emberben nincs egy ilyen hút, hogy mint mondjuk a játékokból, hogy ki van írva, hogy milyen debuffokat kaptál. Mindegy, megcsinálták. Fölkerült az a acélháló, azt hiszem stentnek hívják, lehet, hogy tévedek. Mindegy, az orvosi szakkifejezések nem az erősségem. Fölrakták, kiszedték a cuccot, sikerült a műtét. Visszakerültem a szobára. Hát ilyenkor így újjászületik az ember, átgondolja az életét, meg ilyenek. Jó, ez kemény tud. Lényeg, hogy úgy nézett ki, hogy megmaradok. Egyébként elég sok embernek van már ilyen, állítólag ez egy ilyen rutin beavatkozás. Nem tudom azért mennyire rutin, amikor a szívedet basztatják, de azt mondták, hogy az már így tényleg az. Hétvégén ben voltam, még volt egy rakat élményem, de mit tudom, én az egyiket elmondom, mert ha mindet elmondom, akkor 8 órás lesz a videó. Éjszaka, mert itt nem csak nappal basztatják az embert, hanem éjszaka is. Jött két csaj, az egyik, mit tudom én, biztos, hogy öregebb volt, ilyen 20 éves tininek nézett ki, a másik egy idősebb, doktorandus, és mondták, hogy bevinnének a ultrahangba, megnéznék a cuccot. Igazániból később kiderült, hogy a kis csaj hagy gyakoroljon valami szerencsétlen hülyén, az én lettem. Nem, mint hogyha kifogásom lenne, kurva nagy élmény volt. Tehát így más körülmények között azért az elég imponáló tud lenni, hogyha egy viszonylag dögös kis csaj így matatja az ember mellkasát, és közben ilyeneket mond, hogy hű, de szép, meg mit tudom én. Mondom én, hogy egy kicsit más körülmények között az elég jó is lehetett volna, de így műtét után oldalt fektetve, így csak úgy eltűrtem a dolgokat. De úgy itt, amilyen nézegettek egy fél órát, a idősebb csaj magyarázta neki, hogy mit hallok kell keresni, azt próbálta megtalálni. Jó pofa voltam, úgy semmi, hókusz-pókusz. Hát rengeteg vért vettek, egyfolytában vért vettek, már nincs vénám, szanasz éjjel vagyok szúrva. Jézusom, ott nővér és nővér között azért rengeteg különbség van. Van, amelyik elsőre odajön, megkeresi, puff, leveszi, hello. Majd jön a másik, megszúr öt helyen, nem sikerül neki hív egy másik nővért, és akkor már rohadtul fáj a kezed. De mindegy, lényeg, hogy ott nem produkáltam semmilyen tüneteket. Kicsit magas volt a vérnyomásom, az még műtét előtt, és az a kicsit magas az ilyen 140 valamennyi. Mondták, hogy akkor már állítsuk be azt, és tényleg törődtek az emberrel, ezzel a magas vérnyomással én 100 év együtt élek, és még soha senkinek nem jutott eszébe, hogy akkor rakjuk rendbe. Mondtam, hogy jó van. És hát nem tudom, aki emlékszik, még videó is van róla. Augusztusban volt egy rosszul létem, akkor a délpesti kórházba kerültem. Azt tuti, hogy ez volt. Mert egy ilyen szűkület nem két hét alatt, meg két hónap alatt alakul ki. Csak ott nem találták meg. Kidobtak, hogy mozgásszervi. Uh-huh. Eszembe jutott, hogy szarrá kéne őket perelni, de...
Tehát azon múlt a buli, hogy hol lettem rosszul, és hogy melyik kórházba vittek, és ez borzasztó. Tehát, hogyha itthon leszek rosszul, és mondjuk hívok egy mentőt, akkor becsapnak a mentőbe, elvisznek a Délpestibe, ugyanúgy nem találják meg, és valószínűleg ugyanúgy kibasznak az ajtón. Egyébként, aki tudja, vagy nem tudja, a Délpestibe nyírták ki malomomát is egy hét alatt. Oda ne menjél. És az a legszörnyűbb, hogy lakcím alapján viszik az embert ezekben a kórházakban. Kurva nagy mákom volt, hogy ott voltam két utcányira a kórháznál rosszul, tipikusan infarktusos tünetekkel, és bevittek. Na de haladjunk tovább, mert mindegy, hétvégén ben voltam. Történt, ami történt, nem volt rossz, nem voltam rosszul, én már örültem, hogy hétfőn el fognak engedni, nyomatjuk tovább a streameket. Megmutattak, hogy ezzel 100 évig lehet élni. Mi baj történhet? Sikerült a műtét, én full hálás voltam mindenkinek. Hát annyi van még esetleg, amit érdemes megemlíteni, hogy hát a gyógyszerek, amiket szedni kell, mert innentől kezdve ugye szedni kell vérhigító, ilyen szívgyógyszer, olyan izé, azzal még lehet, hogy baj lesz, hogy hónap múlva kell kontrollt csinálni, mert ezek a gyógyszerek azért kinyírják a májadat, meg ilyen apróságot, nem tudom, mi lesz belőle. Hát eléggé úgy hangzik nekem a történet, hogy választhatsz, hogy miben dög lesz meg. A májadat nyírod ki, a szíved döglik meg, esetleg, hogyha a májad elkezd megdögleni, akkor adnak valami hasonlót, ami a vesélyedet nyírja ki, ezt nem tudom, ezt már csak én gondolom hozzá. Fasz. Úgyhogy azért ez még így... Ez még így különösen nagyon finom. Hát egyelőre nyilván szedem a gyógyszereket, a fasz csinálja. Na, mindegy, hétfőn délután útra bocsátották az embert, ami tényleg azt jelenti, hogy bazd meg egy szívműtét után. Jó, nem vágják már föl a manuszt, mint régen, hanem meg tudják itt csinálni, elengedik. Hogy mondjam. Hazajöttem taxival, boldog voltam. Kiváltottam a gyógyszereket, ilyesmi. Bíztam benne, hogy nem kaptam el a koronát, szívemet megcsinálták, és gondoltam, hogy a hétfőt azt még így átalszom, mert rengeteget aludtam hétvégén is, tehát biztos, hogy vagy van valami a gyógyszerben, vagy ennyire megterhelte azért a szervezet, hogy egyfajtában mondom, a hétfői napot azt még így elengedjük, és akkor kedden beszélek a házi orvossal, tehát azzal is kell, meg kell keresni egy kardiológust, meg ilyesmi. És akkor majd kedden nyomunk egy streamet, úgyis Hearthstone kedd, ott tudunk beszélgetni közben, meg megcsinálom ezt a videót, meg ilyesmi. Na, hogy szerik bele az élet a történetbe? Kedden ugyanúgy megéhezik az ember, itt van, csak még mindig kufirizs van. Lehet, hogy megint teszik a vércukrom, én nem tudom mennyire illik egy videó közben kajálni, de lehet, hogy kéne, majd a végén elkezdem. Ezt az egész üveget most ittam meg, lassan elfogy. Megint kezd egy, nem is tudom, hivatalosan ilyen diszkomfort érzetem lenni. Nem akarok mentőt hívni, nem tudom, kit hívjak fő. Bazd meg, most már hajnali 2 van. Katasztrófa. Szóval mindegy. Mondom tovább, amíg tudom. Szóval, igen, kedd, az éjszaka jól telt, nem volt semmi baj. Mindjárt itt leszek rosszul, egy videó felvétel közben. Nem vagyok rosszul, csak szólok. Hát, hogy mindjárt mérek egy vérnyomást, meg ilyesmi. Kedden elmentem kajálni, vettem egy telefontöltőt, ezt is kihagytam a sztoriból, mert simán betettem a kórházba, amit használtam. Ezt nyilván összepakoltam, az be volt dugva a konnektorba, ott maradt. Vettem egy telefontöltőt, hogyha baj történne,
illetve elmentem kajálni, és akkor jött ez a plevera víz, majd elbicsaklik a lábad történet, ami most már tudjátok, hogy nem előzmény nélkül való nálam, de hát nem volt vagy 5 éve, és most műtöttek a szíveddel, faszot se tudja, én nem tudtam, hogy ez most mi. Fölhívtam mindenkit, akit tudtam, akkor legalább nappal volt, most nappal lenne, már hívogatnák mindenkit. Nagyon jó lenne ilyenkor, ha lenne itt valaki. Kéne szerezni egy csajt, önként jelentkezőket várok, ráhagyom a házat, nem tudom, csak ez a egyedül itthon, ez nem a legjobb, főleg ilyenkor. Na mindegy. Ahogy éreztem, hogy geci jó, valami baj van. Nyilván mindenki a saját betegségét ráhúzta, hogy biztos leesett a cukrom, egyek valamit, én is mindenre gondoltam. Tamásnak az ötletét fogadtam meg, ott volt egy taxi, hát ilyen taxidroszt. Beültem. Először azt mondtam neki, hogy vigyen el az ügyeletre, közben telefonálgattam. És ja, a vége az volt, hogy mondtam, hogy ne az ügyeletre, hanem akkor menjünk vissza a Zsuzsókiba. Végül is ott műtöttek. Ha elmegyünk az ügyeletre, ott hívnak egy mentőt, a délpestibe kötök ki, stb. Úgyhogy ja, taxisztunk egyet. Közben felhívtam a kórházat, mit tudom én, tehát hogy ilyesmi. Puff, megérkeztünk. Azért nem volt én a stream. Olyan, hát nem tudom, egy órára biztos. Nem az órát néztem, hogy őszinte legyek. Megint 20 helyen összeszúrtak, eldurrantották a vénámat, már nem találtak semmit, hogy hova lehetne szúrni, nagy nehezen azért összejött neki. Vettek vért, LKG, mit tudom én. Akkor olyan 150-es volt egyébként a vérnyomásom a körüli, hát ideges vagy, mint az állat, az szerintem oké is. Nem találtak semmit, akkor kérdezgették, hogy nem a pánikbetegség, meg minden, akkor még nem voltam így fejbe összerakva, tehát hogy azért most már csütörtök van. Biztos az én hibám, és nyugodtan le lehet baszni, de ezt így, mint ebben a videóban nem mondtam nekik végig. Nem, mint hogyha ott hallgatnák 40 percig az embert, hogy mit karattyol, azért annál több dolguk van. Fal se tudja. Adtak egy nyugtatót. Malamon ma is szedett ilyen nyugtatót, úgyhogy meg is kérdeztem, hogy mi ez a Didi Bogyó. Azt hiszem, vagy frontint, vagy nem akarok hülyeséget mondani, mert csak malamom a régi gyógyszere jutnak az a szembe így hirtelen. Mindegy. Adtak egy nyugtatót, hogy oké. És hát felment a vérnyomásom. 200. Ez barátságos. 210. Korrekt. Raktak a nyelvem alá ilyen szopogató cukorkát, azt tudom, az volt itt van, azt malamomának is, hogyha nagyon fölment a vérnyomása, ilyen 192-es környékére, akkor azt beadtad neki, és azt szépen visszaküldte le. Na hát nem használt. Tapasz, kurvanya, 246. Csak mondom, hogy 246-os vérnyomással így feküdni, az nem jó. Ezt csak így mondom. Tehát akkor már gondoltam, hogy kész, vége. Hello, szia, szevasz. És csak ment fölfelé. És akkor mondták, hogy nyugodjak meg, mert ha ráparázok, akkor csak rosszabb lesz. Hát én mindent próbáltam. Megpróbáltam fejbe végigvinni egy játékot. Nem tudom. Próbáltam mindenre gondolni, csak arra nem, hogy megdöglök meg, hogy mennyi a vérnyomásom. Tehát azt azért mondjuk elég nehéz kiverni a fejedből, nem tudom mennyire sikerült. Én már próbáltam. És hát látod, hogy mit ír ki ez a szar, és látod, hogy csak fölfele megy. Aztán infúzióba adtak valamit, azt már nem mondták meg micsoda.
Hát negyed óránként mérte ez a szar. Azt utána megnéztem, hogy milyen sűrűn méri. És... És hát negyed óránként mértem. Több mint egy órá. Biztos, hogy 4-5-6-szor megmérte ez a szar, mire... mire lement. Akkor szépen visszament 130-140-re. És akkor jelentkezett először ez a remegés újra. Vagy ez egy új, én nem tudom. Ezt mondtam is nekik, hogy, tehát, hogy így remegnek az izmaim, nem mondtak rá semmit. Minden esetre visszament a vérnyomásom. Túléltem ezt is. Kipróbáltuk terhelés alatt, mint tud a szívháló. 250-nel megkentük neki. Üveghangon. Bírja-e? Egy is bírta. Estig ott voltam. Nem találtak semmit a jó égatt a világom. Nem találtak semmit. Úgyhogy elengedtek. Nem a szívemmel van baj, azt mondták, nem van infarktusom, a vérbe sem, nem tudom, mindegy, elengedtek. Hívtam a... hát mindegy, Gyurit, sok Gyuri van Magyarországon, ezzel nem keverem bajba. Hazahozott, közben láttam, hogy van vagy 50 nem fogadott hívás, mindegy. Azóta itthon vagyok. A tegnapi nap, a szerd, az tök jól állt, tehát mindenki fölhívott még ilyen. Nem is tudom. 8-9-10 magasságából, hogy jó vagyok, elmondtam, hogy kurva jó, tök jó volt a nap. Kimostam a cuccaimat, amikor kórházban voltam, zuhanyoztam, rendeltem egy jó kis menüt, megkajáltam, relaxáltam. Eldöntöttem, hogy túlélem, beszéltem mindenkivel, akivel lehet, fölhívtam a házi orvost, kértem időpontot, péntek 12:30-re kaptam. Beraktam fasságot zörögni, hogy ne egyedül legyek, hanem halljam, hogy valaki beszél. Lefeküdtem aludni, és hát olyan fél egy, három, negyed egy felé kezdődött, amivel kezdtem a videót. Na, úgyhogy most itt tartunk. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom. Az biztos, hogy ez a videó, ez most így ennyi. Elmondtam, amit tudtam. Hát nem tudom, szerintem nem fogok ma aludni, mert fingom sincs. Lehet, hogy lövök egy streamet, nem tudom. Élőben látszódjon, hogy élek. Hát, hogyha lesz egy néző, nem tudom. Vagy megpróbálok aludni. Az se lenne hülyeség. Előbb-utóbb muszáj lesz aludni is. Jó, mindegy. Ezt a videót most föltöltöm. Mielőtt, mit tudom én. Legalább tudjátok, hogy mi van, hol tartunk. Ha úgy alakul, akkor este én tolok egy streamet. Ha nem lesz este stream, az gyanús. Na, sziasztok!